Ez az étterem néhány hónapja üzemel. A fiatal tulajdonosok pályázati forrás nélkül vágtak bele a saját üzletbe. Október elejétől egy Európai Uniós program keretében akár a hasonló vállalkozásba kezdők is jelentős segítséget kaphatnak az induláshoz. A regisztrált álláskereső fiataloknak a vállalkozóvá válását kívánja elősegíteni. Egyrészt képzési támogatással, tehát ingyenes képzéssel, vállalkozás indítási ismereteket nyújtó képzéssel, és az azt követően a támogatás igénybevételével. És mondom, hogy másodszorban pedig a 25-30 éves pályakezdő diplomás fiatalokat is érinti a program. Náluk is ugyanaz a feltétel van, tehát regisztrált álláskeresőnek kell lenni, illetve mindkét csoportra érvényes az, hogy új vállalkozás indításáról van szó, tehát nem jó az, hogyha a régi vállalkozásához, meglévő vállalkozásához szeretne támogatást igénybe venni. A program két egymásra épülő lépcsőből áll. A munkaviszonnyal és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiataloknak először álláskeresőként kell regisztrálniuk, majd az ifjúsági garancia program keretében be kell jelentkezniük a helyi Széchenyi programirodába. Az irodában a kompetencia felmérés és az induló képzések után elkészítenek egy üzleti tervet, majd a vállalkozás megalapítása után pályázhat a fiatal pályakezdő. A fiatalok 2-től 3 millió forintos támogatási összegre pályázhatnak. Bármilyen vállalkozási formát választhat a fiatal, lehet ő egyéni vállalkozó, lehet KFT, lehet BT. De az összegettől még változatlanul 3 millió forint, amire ő költheti, ez gyakorlatilag személyi jellegű költségekre, szolgáltatásokra, eszközvásárlásra költheti. És nyilvánvaló vannak belső korlátai is a támogatásra, tehát nem korlátlanul nem lehet valamilyen irányban eltérni, de nyilvánvalóan az üzleti tervvel összefüggő tevékenységre lehet pályázni, és ez már bírálati szempont is, tehát hogy az nagyon vigyázni kell, hogy az üzleti tervvel összhangban legyen a költségvetés, és ezt azért figyeli a támogató is. A pályázat benyújtásához 10%-os önrészsel kell rendelkezni, viszont az utófinanszírozást megkönnyíti, hogy az elnyert összeg fele előlegként lekérhető, amiből már el lehet kezdeni a vállalkozás beruházásait.